Tisztelt vendégeink! Az érkező egyetemi vezetőség bevonulásához kérem szíveskedjenek felállni. Köszönöm. Tisztelt vendégeink! Kérem Önöket, hogy énekeljük el közösen a himnuszt. Dear guests, please rise for the national anthem. Then I kindly request our English speaking guests to put on their headphones. Liebe Gäste, bitte singen wir die ungarische Nationalhymne zusammen. Danach bitten wir Sie, Ihre Kopfhörer aufzusetzen.
Kérem, foglaljanak helyet. Megkérem dr. Melkel Béla rektor urat a gyógyszerész doktoravató megnyitására. Tisztelt vendégeink! A Semmelweis Egyetem ünnepi nyilvános szenátus ülését ezennel megnyitom. Dear distinguished guests, I hereby open the ceremonial meeting of the Senate of Semmelweis University. Sehr geehrte Gäste, hiermit eröffne ich die feierliche Senatssitzung der Semmelweis Universität. Tisztelettel köszöntöm Dr. Hankó Balázs Zoltán kulturális és innovációs miniszter urat, a Semmelweis Egyetem professzorát és korábbi stratégiai és fejlesztési rektor helyettesét. Dr. Pavlik Lívia kancellárasszonyt. Feketéné Dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektor helyettesasszonyt. Dr. Alpár Alán, nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes urat. Dr. Antal István urat, a gyógyszerész tudományi kar dékánját. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea asszonyt, a Pető András kar dékánját. Dr. Nyirádi Péter urat, az általános orvostudományi kar dékánját. Dr. Gerber Gábor urat, a fogorvostudományi kar dékánját. Dr. Szócska Miklós urat, az egészségügyi közszolgálati kar dékánját. Dr. Kacskovics Imre urat, az ELTE természettudományi karának dékánját. Dr. Gadó Klára asszonyt, az egészségtudományi kar általános dékán helyettesét. Dr. Ludányi Krisztina asszonyt, a gyógyszerésztudományi kar dékán helyettesét. Dr. Tábi Tamás urat, a gyógyszerésztudományi kar dékán helyettesét. Dr. Benyó Zoltán urat, a doktori tanácselnökét. Köszöntöm továbbá egyetemünk vezetőségét, egyetemünk emeritusait és emeritáit, a gyógyszerész szakmai szervezetek vezető tisztségviselőit, képviselőit, a gyógyszerésztudományi kar oktatóit, valamint az avatásra váró gyógyszerészjelölteket és minden kedves vendégünket. Köszönjük, rektor úr! Felkérem Hankó Balázs Zoltán miniszter urat ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt rektor úr, tisztelt szenátus, tisztelt ünneplő egyetemi közösség, kedves fiatal leendő, most diplomát szerző gyógyszerészek. Maradandó alkotást csak az igazságból meríthetünk. Az igazságot csak az Istentől nyerhetjük. Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra. A patikus Csontváry Koszka Tivadar idéztem, aki maradandót alkotott nemzetünknek, sőt az egész világnak. Hivatásunk által maradandót alkotni, értéket teremteni, közösségünk mások érdekében tudunk. Hivatásunk által, melyben külön helyet foglalnak el, az olyan segítő hivatások, mint a gyógyszerészet is. Az olyan segítő hivatások, melyek más betegségére, fájdalmára hoznak enyhülést, adnak gyógyírt. Önök egy olyan egyetemen szereznek ma diplomát, és egy olyan egyetem ruházza fel mindazon jogokkal és kötelességgel önöket, mely a világ élvonalába tartozik. Mert a Semmelweis Egyetem a világ top
1%-ába tartozik. A Semmelweis Egyetem egyszerre jeleníti meg a több mint 250 éves hagyományt, tradíciót és azt az innovációt, mely korunk kihívásaira talál helyes, nemzetünknek erőt adó megoldást. Tradíció és innováció, hagyomány, őrzés, tisztelet, valamint fejlődés. Ez az, ami összeköti identitás őrző és erősítő magyar kultúránkat, a fiataloknak hivatást adó felsőoktatásunkat és a jövőt jelentő családjainkat. Így tudjuk azt a küldetést, amely nemzetünk megerősítése kiteljesíteni. Ezért újítottuk meg az egyetemeink működését, ezért dupláztuk meg, szigorúan teljesítmény alapon, egyetemeink finanszírozását, ezért kapcsoltuk össze az egyetemeket a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel. Ezért tettük és tesszük egyetemeinket értékállóvá. Hiszen ez különösen fontos egy olyan 21. században, amikor a nyugati világ és a nyugati ember kihívásokkal kénytelen szembenézni, és sajnos ezt láthatjuk, sokszor már a kihívásokat sem észleli. Töretlenül hiszünk abban, és minden támogatást biztosítunk annak érdekében, hogy 2030-ra legyen magyar egyetem a világ legjobb 100 egyeteme között. Valljuk be, a Semmelweis Egyetem erre jó eséllyel pályázik, de feladat még akad bőven. Ne feledjük, Nobel-díjasunk Krausz Ferenc professzor úr kutatásai egybe kapcsolódtak a Semmelweis Egyetemmel, és a héten Wolf-díjat kapott Roska Boton látással kapcsolatos kutatásaiban is együttműködő partner az egyetem. Az önök sikeréhez úgy is hozzá akarunk járulni, hogy a világ top 100-as egyeteme mellett 2030-ra legyen több olyan egyetemünk is, mely Európa legjobb 100 egyeteme közé tartozik. Ennek érdekében alkottuk meg közösen az új modellt, ennek érdekében erősítettük meg a kutatási kiválósági finanszírozást, hiszen több pályázat keretében, de a tavalyi évhez képest több mint duplájára, 43 milliárd forintra emeltük ezen pályázatokat, és a Pannonia Horizon program és a további együttműködések keretében soha nem látott összeget, 24 milliárd forintot fordítunk diákjaink, kiváló kutatóink nemzetközi együttműködésének támogatására is. Versenyképesség, identitás őrző és erősítő közösségépítés, ezek azon elemek, melyek köré szerveztük, szervezzük megújult felsőoktatásunkat. Ez az, mellyel azt kívánjuk elérni, hogy önök a legjobb és legkorszerűbb tudás birtokában legyenek, ugyanakkor a magyar kultúrát, az egyetemes kultúrát hordozzák, ne csak az ünnepnapokon, hanem a mindennapok során is. Betegeikért, közösségükért és családjukért felelős értelmiségiként legyenek büszkék nemzeti kultúránkra, nemzetünkre, legyenek büszkék hivatásukra, legyenek büszkék arra, hogy Közép-Európa legjobb orvos-egészségtudományi egyetemén szerezték diplomájukat. Tudásunk a megújult felsőoktatásunkon, erősödő innovációnkon nyugszik. De mindez csak az önök mindennapokban tett áldozatvállalása által válik élővé. Ez csak önök által válik teljességé. Önök diplomájuk által egészségünk őrzőivé váltak, akik nem csak a gyógyszert, annak hatóanyagát, technológiáját, javallatát és ellenjavallatait ismerik, hanem az önök felelőssége az, hogy ezt helyesen alkalmazzák-e betegeink a mindennapok során. Küldetésünk azonban ennél még szélesebb. Ehhez hadd idézzem Vörös Sándort. Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te magad. Nyűjt szét díszeid, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid, a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid, az elő legyél te magad. Olsd ki lángjaid, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmaid, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid, a hit legyél te magad. Törd át gátjaid, a világ legyél te magad. Vedd egybe életed, halálod, a teljesség legyél te magad. Az önök sikere, a fiatalok sikere, egyben nemzetünk sikere. Gratulálok önöknek, Isten éltesse önöket. Köszönjük, miniszter úr! Felkérem dr. Merkeli Béla rektor urat ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt egyetemi vezetőtársaim, kedves Semmelweis polgárok, tisztelt szülők, hozzátartozók, de mindenek előtt kedves hallgatók! Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében. Edgar Allan Poe, az egyik legnagyobb amerikai író szavai alapján nem csoda, hogyha körbenézek, csupa boldogságtól ragyogó, mosolygós arcot látok. Önök az elmúlt 5 év során megszerezték azt a tudást, amely alapján a mai naptól kezdve oklevelük átvételét követően gyógyszerész doktorokká váltak. Ugyanúgy ismerik a természet évezredek óta használt gyógyító alapanyagait, mint az olyan legmodernebb technológiával készült gyógyszereket, melyekről néhány évtizeddel ezelőtt még csak nem is álmodhattunk volna. De ami legalább ilyen fontos, a megfelelő tudás és készségek mellett elsajátították azt a szakmai magatartást és hitvallást, amely minden Semmelweisen végzett hallgató számára elengedhetetlen. Már a tanulmányaik alatt bizonyították, hogy a betegek szolgálata, az elesettek segítése a legfontosabb az önök számára. Az ember emlékezet óta látott legnagyobb pandémia, a koronavírus járvány alatt ugyanis önök önkéntesen segítették intézményüket és az egész magyar egészségügyet. Éppen azért, bár ilyen tantárgy nem szerepel a kurikulumban, büszkén állíthatom, emberségből is jelesre vizsgáztak. Tanulással és kihívásokkal teli évek vannak önök mögött, de biztos vagyok benne, hogy amikor néhány perc múlva kezükbe veszik a diplomájukat, úgy érzik majd, mindez megérte. Gyógyszerész doktorokként immár megérdemelten viselhetik nevük mellett a doktor előtagot, de ne felejtsék, hogy mindez felelősséggel is jár. Önök nem pusztán egy szakmát, hanem hivatást választottak, amely egész életre szóló elköteleződést és soha véget nem érő tanulást követel meg önöktől. Oklevelüket ráadásul az ország és a régió legjobb egyetemén szerezték meg. A Semmelweis Egyetem a Times Higher Education rangsora szerint a világ legjobb 300 egyeteme közé tartozik, gyógyszerésztudományi területen pedig a Shanghai Ranking listáján a legjobb 150 között van. Igazi tudáscentrum, amely az orvos és egészségtudományi szakegyetemként a világon is egyedülállónak számít. Célunk azonban az, hogy összegyetemi szinten bekerüljünk a top 100-ba. Meggyőződésem, hogy a nálunk dolgozó és tanuló Semmelweis polgárok kiválósága alapján már oda is tartozunk. Kedves végzett hallgatók! Önök már a gyakorlatorientált oktatást előtérbe helyező kurikulumreform keretében tanulhattak, így az erős elméleti alapok mellett kellő gyakorlati tudást is szereztek. A Farmakológiai és Gyógyszerkutatás Fejlesztési Központ immár karokon átívelve teszi összehangoltabbá a farmakológiai oktatást, valamint a kutatásfejlesztést. A nemrég létrejött Richter tanszékünk, valamint a Richter Gedeon nevét viselő ipari gyógyszertechnológiai tanlabor
ugyancsak a karon folyó innovációt, valamint a gyógyszeripari kapcsolatokat erősíti. Nem csoda, hogy az itt megszerzett tudás birtokában önök bárkivel felvehetik a versenyt a világon. A statisztikák szerint pedig kevesebb, mint egy hónap alatt el is fognak tudni helyezkedni. A fejlődés ráadásul nem áll meg, ez pedig egyszerre szolgálja a már végzettek és a tanulmányaikat csak most elkezdők érdekeit. Az önök további eredményei, sikerei ugyanúgy a Semmelweis diploma hírnevét öregbítik, mint azok a fejlesztések, amelyek ezután várnak a karra. Ősztől elindul a kurikulum 2.0, ami az eddigi reform eredményeit és tanulságait levonva egy még koncentráltabb és gyakorlatorientáltabb képzést fog eredményezni. A tervezés alatt álló új kampusz, a Hölgyes-Söpmérei Gyógyszerkutatási Centrum pedig tovább bővíti majd a kar lehetőségeit. Minden esély megvan tehát arra, hogy az elszakíthatatlan kötelék, amely több mint 250 éve egyetemünk alapítása óta mesterek és tanítványok között szövődik, a jövőben megerősödve tovább folytatódjon. Ahogy ugyanis önök Semmelweis Ignác, Mozsonyi Sándor, Légrádi Erzsébet és Richter Gedeon örökösei munkálkodjanak ennek megfelelően. Kedves hallgatók! A statisztikák szerint a karon végzett hallgatónk 10%-a marad az egyetem berkein belül, és egyéb kórházakban, kutatóintézetekben, többségük pedig a közforgalmi patikákban helyezkedik el. Bárhol is találják meg a számításukat, gyógyszeriparban, klinikákon vagy kutatói pályán, a lényeg, hogy soha ne feledjék, a betegek, a rászorulók, az elesettek segítésére tették föl az életüket. A gyógyszerész doktori hivatás betegközpontú. Olyan kulcsfontosságú feladatokért felelnek, mint a megfelelő és biztonságos gyógyszeralkalmazás, a gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás, vagy épp a patikák megfelelő minőségi, gazdaságilag is hatékony vezetése. Legyen önök előtt követendő példa, legnagyobbaink. Így akár Semmelweis Ignác, Karikó, Katalin, Krausz, Ferenc vagy Richter Gedeon pályája, mint mind azt bizonyították, hogy a megszerzett tudás gyakorlatba történő átültetésével, a jobbítás szándékával, a tökéletességre törekvéssel valóban minden akadály leküzdhető, akár az egész világ megváltoztatható. Tisztelt fiatal kollégáim! Pályakezdésüknek ebben a szimbolikus ünnepi pillanatában a Nobel-díjas Semmelweis-es alumni Szent Györgyi Albert tanácsait idézné. Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el, tartsd nyitva a szemed, az apró részleteket is vedd észre, és legyél mindenben mértéktartó, kivéve a céljaidat. Kérem, vessék örökre az eszükbe ezt a pillanatot, amit most élnek át. Köszönjék meg szüleiknek, barátaiknak a támogatást, hiszen ez is kellett ahhoz, hogy ma itt lehessenek. Legyenek olyan büszkék magukra, amennyire mi büszkék vagyunk most önökre. Legyenek büszkék diplomájukra, a Semmelweis Egyetem pecsétjére. A diplomán, amit hamarosan kezükbe vehetnek, együtt olvasható a Semmelweis név és az önök neve. E kettő mától örökre összefor. Viseljék büszkén mindkettőt, és ne feledjék, immár örökre a Semmelweis Egyetem nagykövetei maradnak. Tudásukkal, szakértelmükkel, emberségükkel vigyék jó hírünket, és tudják, mi mindig visszavárjuk önöket. Szívből gratulálok önöknek, legyen ez a mai nap az örömé, az ünneplésé. Hiszen megdolgoztak érte, megérdemlik. Köszönjük, rektor úr! A szenátus mai nyilvános ünnepi ülésén kerül sor az egyetem gyógyszerész tudományi karán
sikeres záróvizsgát tett 105 gyógyszerész jelölt avatására. Megkérem Tóth Csillagvirág, Hagferdi Faráz és Horváth Janka gyógyszerész doktor jelölteket, hogy képzési nyelvük szerint terjesszék elő az avatás iránti kérelmüket. Tisztelt Szenátus! A Semmelweis Egyetem minket mindazokból a tudományokból, melyeknek ismerete a gyógyszerészektől megkívántatik, megvizsgált, és a gyógyszerészi oklevél elnyerésére alkalmasnak ítélt. Tisztelettel kérjük ennél fogva gyógyszerész doktor avatásunkat és a gyógyszerészi oklevelünk átadását. Honored Senate of the University, Semmelweis University has examined us in all sciences, the knowledge of which is required to become a doctor of pharmacy. And we were found worthy of getting our pharmaceutical diploma. Therefore, we humbly request that the title of doctor of pharmacy be conferred upon us. Sehr geehrter Senat, die Semmelweis-Universität hat uns in allen Wissenschaften geprüft, deren Kenntnisse für Pharmazeuten erforderlich ist und uns für würdig befunden, das Diplom zu erwerben. Daher bitten wir Sie höflichst, uns den Titel Doktor Pharmazeuten zu verleihen. Kedves jelöltek! Miután a szenátus, mielőtt a szenátus az önök kérését teljesítené, esküt kell tenniük arra, hogy a gyógyszerészi hivatásukat minden szempontból méltón fogják betölteni. Kérem dr. Antal István professzorurat, a gyógyszerésztudományi kar dékánját, hogy az eskü szövegét szíveskedjék felolvasni. Kérem őket, hogy az eskütételhez álljanak fel. Kérem a magyar gyógyszerész jelölteket, hogy az eskü szövegét nevük említésével mondják utána. Én esküszöm, hogy a megszerzett gyógyszerész tudományi ismeretek birtokában hivatásomat a legnagyobb lelkiismeretességgel fogom gyakorolni, és hivatásomhoz mindig méltó magatartást tanúsítok. Az egészség védelmét és a betegek gyógyulását mindenek elé helyezem. A betegek egészségi állapotára, gyógyszeres kezelésére vonatkozó adatokat fel nem fedem. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. A gyógyszerészi működésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Mint a gyógyító munka részese,
ismereteimet csakis embertársaim egészségének védelmére. És helyreállítására fogom fordítani. Arra törekszem, hogy a Semmelweis Egyetem, valamint a gyógyszerésztudomány jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését előmozdítsam. Isten engem úgy segéljen. Dear pharmacist candidates, before your wish can be fulfilled, you have to take an oath that you will carry out your pharmacist profession worthily on every account. I ask you to repeat the text of the oath and insert your own names. I swear that in virtue of my acquired knowledge of pharmaceutical sciences, I shall do my professional duty with the utmost diligence, and I shall always behave worthy of my profession. I shall place before all things the care for and the healing of my patients. I shall not reveal any data concerning the health status or the medication of my patients. I will maintain the high quality of my knowledge and skills by continuous education, but will also acknowledge the limits of my knowledge and abilities. I will submit myself to the ethical requirements of my pharmaceutical practice. As a participant in the activity of healing, I shall use my knowledge only for the protection and restitution of health to my fellow humans. I shall do my best to promote the science of pharmacy and keep the good name of Semmelweis University. So help me God. Liebe Anwärterinnen und Anwärter, bevor die Fakultät für Pharmazie Ihrer Bitte Folge leistet, haben Sie den pharmazeutischen Eid nachzusprechen. Ich bitte Sie, mir den Text des pharmazeutischen Eides mit Hinzufügung Ihres Namens nachzusprechen. Ich schwöre, im Besitz meines erworbenen pharmazeutischen Wissens, meinen Beruf mit größter Gewissenhaftigkeit auszuüben und mich meines pharmazeutischen Standes würdig zu verhalten. Die Heilung der Patienten und die Vorbeugung ihrer Krankheiten ist und bleibt meine höchste Absicht. Die Schweigepflicht über den Zustand der Patienten und ihre Medikation werde ich wahren. Mein erworbenes Wissen und meine praktischen Kenntnisse werde ich durch ständige Bildung auf hohem Stand halten. Werde aber auch die Grenzen meines Wissens
und meine Fähigkeiten zur Kenntnis nehmen. Die ethischen Anforderungen in Verbindung mit meiner pharmazeutischen Tätigkeit werde ich in Ehren halten. Als Mitwirkende der Heiltätigkeit werde ich mein Wissen ausschließlich für die Bewahrung der Gesundheit meiner Mitmenschen und ihre Heilung anwenden. Ich werde bemüht sein, das Ansehen der pharmazeutischen Wissenschaften und das der Semmelweis-Universität zu wahren und zu weiterer Anerkennung zu verhelfen. So wahr mir Gott helfe. Kérem, foglaljanak helyet. Kérem, dékán urat, hogy a gyógyszerész doktor jelölteket avassa fel. Én, dr. Antal István, a Semmelweis Egyetem tanára, a gyógyszerésztudományi kar dékánja, tanulmányaik és tudásuk elismeréséül önöket gyógyszerész doktorrá avatom, és felruházom mindazon jogokkal és kötelességekkel, melyek Magyarország törvényei szerint a gyógyszerész doktorokat megilletik. Én, dr. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem tanára, a Semmelweis Egyetem rektora, valamint Antal István, a gyógyszerésztudományi kar dékánya, készek vagyunk önöket készfogásunkkal gyógyszerész doktorrá fogadni. Kérem, szólítsák egyenként a gyógyszerész doktor jelölteket. Kérem, rektor urat és dékán urat fáradjanak az elnöki asztal elé. Andrássy Kitti. Apáti György. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Babody Fanni Mónika. Bak Mária Krisztina. Baranyai Borbála. Baranyi Noémi. Barta Zsuzsanna. Bánki Adél. Berek Sára. Bíró Bettina.
Bodor Ágnes Mónika. Bokor Iván. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Borsányi Fanni. Böröcki Csenge. Burák Kataluca. Červenák Márton. Cicka Benjamin. Cselőtei Anna. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Csiszér Laura. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Dohárszky András. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Dombi Gergely. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Esztián Fanni. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Forrádi Szabó Márk. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Filipszky Gábor. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Fritz Márton. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Győri Anett. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Hajas Fanni Alexandra. Halász Péter Sándor. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Harsányi Tilla. Gyógyszerész doktor, elfogadom. Imre Attila. Jáger Anett Klaudia. Gyógyszerész doktor, elfogadom.
Jesovicki Sára. Kaknics Zita. Kecskés Bálint Attila. Kimmel Gréta Zita. Kis Benedek Anna. Kis Rita Gabriella. Kongrácz Katica. Kovács Hanna Róza. Kovács Réka Krisztina. Kun Sarolta Margit. Kuruc Réka. László Fanni Noémi. Linz Mayer Zoltán Patrik. Lóska Dóra. Lőrinci Lilla Petra. Major Veronika. Mergl Hanna. Miklós Helén. Miklósi Gréta. Molnár Barbara. Molnár Kitti. Molnár Kitti.
Molnár Sára Anna. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Mózner Vanessa. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Nagy Bettina. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Nagy Márk. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Nagy Kasza Anett. Németh Dániel. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Polá Dávid. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Ott Dorina Kata. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Pallagi Zsuzsanna. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Pap Krisztina. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Pap Eszter. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Parag Csenge. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Pató Julianna. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Pintér Kinga. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Polgár Patrik Zoltán. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Pór Laura. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Révész Dániel. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Ritzl Kincső. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Szabó Bence. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Szabó Dávid Sándor. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Szabó Sára. Jó
Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Szegfű Adrien. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Szekrényes Rebeka. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Szélemese Melitta. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Szlávik Dániel. Szomjú Jennifer. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Tasi Nóra. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Torma Eszter. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Tóth Csillag Virág. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Tóth Marcell András. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Újvári Gábriel. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Vince Tamás. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Viola Nóra Virág. Albalusi Atir Said Ali Ramdan. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Congratulations. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Bühler Jonathan. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Congratulations. Horváth Janka. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Koch Nikolász. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Zweidinger Edzard. Al-Harbi Abdul-Elah Abdul-Rahmana. Gyógyszerész doktorrá fogadom. Congratulations. Humphrey, doctor of pharmacy. Csalabiani Yashar. I'm Humphrey, doctor of pharmacy. Congratulations. Humphrey, doctor of pharmacy. Fakarian Törbati Sábnam. I can tell you, Dr. Farmer, congratulations. I can tell you, Dr. Farmer. Hákverdi Farász.
Confer you, Dr. of Pharmacy. Confer you, Dr. of Pharmacy. Jamali Masume. I confirm you, Dr. of Pharmacy. Confer you, Dr. of Pharmacy. Khosravi Babadi Kiando. Kim Kyongre. Lee Do-hyun. Majid Sadin Ammar. I confirm you, Dr. of Pharmacy. Confirm you, Dr. of Pharmacy. Manshazadeh Amirsam. I confirm you, Dr. of Pharmacy. Confirm you, Dr. of Pharmacy. Embohya Clifford Malonsa. Muafi Adi. Openi Francis. Orekova Ksenia. Rahimi Negar. A frissen felavatott gyógyszerészek nevében dr. Linz Majer Zoltán Patrik, dr. Hákverdi Farász és dr. Horváth Janka kíván szólni. Tisztelt szenátus! Felavatásunkért és oklevelünk átadásáért fogadják köszönetünket. Eskünkhöz híven arra fogunk törekedni, hogy a Semmelweis Egyetem becsületére és magunk tisztességére, tudásunkkal és erőnkkel szolgáljuk az egészségügyet, ezzel hazánkat és nemzetünket. Honored Senate of the University, please accept our gratitude for conferring the title of Doctor of Pharmacy upon us. As we have just sworn, we will strive to serve science and healthcare, thus serving our homeland and people with all our ability and might.
to be a credit to Semmelweis University and the pharmaceutical profession. Sehr geehrter Senat, wir nehmen den uns verliehenen Doktortitel dankend an. Unserem Eid entsprechend werden wir bemüht sein, der Wissenschaft, dem Gesundheitswesen und damit unseren Mitmenschen und unserem Land zu Ehren der Semmelweis-Universität mit Anstand, mit all unserer Begabung, Kenntnis und Kraft zu dienen. Kedves vendégeink, fogadják szeretettel a Semmelweis Egyetem medikus zenekar előadását. A zenekar évek óta rendszeres szereplője az egyetemi ünnepségeknek. Többféle felállásban, kisebb kamarákban és önállóan is koncertezik. A mai napon egy vonós négyes darabot hallgathatunk meg, Alföldi Nelli, Börcsök Emese, László Ágnes és Pásztor Bendegúz előadásában. A következő darab Joseph Haydn, opusz 76, egyes számú G-dur vonós négyesének negyedik tétele. Fogadják szeretettel!
Köszönjük a medikus zenekar előadását. A magyar nyelvű képzésben végzett évfolyam nevében dr. Filipszky Gábor diplomát szerzett gyógyszerész kíván szólni. Tisztelt szenátus, tisztelt vendégeink, és kedves hallgatótársaim helyett, most már kedves kollégák.
Ha megkérdezném, hogy ki hol volt 1766 nappal ezelőtt, akkor valószínűleg nem sokan tudnák egyből rávágni, pedig legtöbben pontosan itt voltunk a 2019-es tanévnyitó ünnepségen. Életünk ezen fejezete tehát ott ér véget, ahol elkezdődött. Igaz, annó ideérkezve már ismerősként köszöntöttük egymást, ugyanis 6 napot eltöltöttünk Tatán a gólyatáborban. Kinek több, kinek kevesebb emléke maradt a bulizás intenzitásának függvényében, de biztos vagyok benne, hogy mindenki emlékszik egy-egy emlékezetes pillanatra, például, hogy kivel táncolt a csillagban, vagy hogy kivel beszélgetett éjszakában nyúlóan az altáborban. Nem tűnnek ezek annyira nagy dolgoknak, de igazából az egész egyetemi életünket meghatározó döntések voltak ezek, hogy ki mellé ültünk le a vonaton, vagy hogy kitől kérdeztük meg, hogy mikor lesz a vacsi. Az első fél év szerintem mindenkinek a megszokásról szólt. Megszokni egymást, megszokni a tanórákat, megszokni a hőgyes előadó padozatát. Megszokni az új szavakat, illetve mondatokat, amiket ezelőtt sose hallottunk, mint például multidisziplináris, improprius integrál, vagy hogy mikor lesz a pót-ZH. Voltak sajnos áldozatai a vizsgaidőszaknak, így a második fél év kezdetét úgy lehet talán a legjobban leírni, hogy megfogyva bár, de törve nem. Már éppen igazán egyetemistának érezhettük magunkat, amikor jött a hír egy március 11-i napon, hogy akkor holnaptól nem kell menni. Szürreális élmény volt akkor is, és 3 év távlatából is az. Az otthoni oktatás keretein belül valószínűleg a multitasking magas iskoláját mutattuk be, hogy miket lehet csinálni egy-egy előadás közben, biztos mindenkinek van erről egy-egy emlékezetes sztoria. Ismét új szavakat, mondatokat tanultunk meg, mint például Zoom meeting, kirendelés, vagy jó napot kívánok, Budapest főváros kormányhivatalától keresem. A másodévünk teljes egészében ennek jegyében telt, eléggé egybefolytak a hetek, hónapok, mivel nagyrészt otthon voltunk. Nem volt könnyű, hiszen évvégén a Bikém szerves élettan szigorlati triád leselkedett ránk, ami újfent redukálta az évfolyam létszámát. Harmadévre végre megismerkedhettünk a gyógyszerészethez jobban kötődő tantárgyakkal, februárban pedig konstatáltuk, hogy már az egyetem fele el is telt, amit a hagyományokhoz híven a felezővel ünnepeltünk. Negyedévesként már el kellett kezdenünk gondolkodni, hogy mit is szeretnénk majd csinálni a diploma után. Kiválasztotta mindenki a szakdolgozat témáját, a nyári szálláshelyek helyett a gyakorlati helyünket kerestük, közben májusban a White Coat Ceremonin mindenki saját névre szóló köpenyt kapott, amit büszkén viselhettünk, hiszen tudjuk, hogy bár nem minden hős visel köpenyt, ellenben minden gyógyszerésznek van fehér köpenye. Az 5. év már egy szempillantás alatt eltelt, legalábbis én így éreztem. Az utolsó vizsgák után már csak a 4 hónapos gyakorlat és a záró vizsga várt ránk. A patikában megtapasztalhattuk, hogy a szakmai tudás mellett a helyes kommunikáció is mennyire fontos a mindennapi életben, ugyanis mindig empatikusan kell átadnunk az információt akkor is, ha sokadjára mondjuk el, hogy a Coldrex elfogyott, neocitrán nem is volt. Most, hogy röviden összefoglaltam ezt az 5 évet, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek nekünk átvészelni az akadályokat. Elsőként az oktatóinknak szeretném megköszönni, akiknek bár sokszor küzdeniük kellett a figyelmünkért, mégis sikerült átadniuk mindazt a tudást, aminek köszönhetően most már gyógyszerésznek hívhatjuk magunkat. Nem feledkezhetünk meg a dékáni hivatal és a tanulmányi osztály munkatársairól sem, akik gyakran helyettünk is figyeltek a teendőinkre és határidőinkre, és mindig szóltak, ha valamit elfelejtettünk. Végül pedig köszönetet kell mondanunk a családjainknak, barátainknak, mert nekik kellett elviselniük minket a legrosszabb pillanatainkban, amikor egyre feszültebbek voltunk egy-egy vizsga előtt, ők ennek ellenére is mindvégig támogattak bennünket. Most, hogy megkapjuk a diplománkat, tényleg kilépünk a nagybetűs életbe. Nincs több, lejjebb vittük a ponthatárt, vagy ne aggódj, ő nem szokott buktatni, illetve ne tanulj sokat, jók a tavalyi kérdések. Ezek az egyetemi éveink alatt belefértek, de mostantól nem. Mindenkinek máshogy telt ez az 5 év. Ki dolgozott az egyetem alatt, ki zenélt, sportolt, táncolt. Sokan TDK-ztak, többen iöcsöztek. Valaki otthon lakott, mások albérletben, sokan kolikban. Egyikünk kutatni fog, többen patikába mennek, van, akik kórházban helyezkednek el, néhányan az iparban fognak dolgozni. Nagyon sokfélék vagyunk,
Az elmúlt 5 évben azonban volt egy közös célunk, ami összekötött bennünket, mindnyájan gyógyszerészek szerettünk volna lenni. Ezt most elértük. Gratulálok mindenkinek, és köszönöm a figyelmet. A német nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi gyógyszerészek nevében dr. Jonathan Bühler kíván szólni. Sehr geehrter Herr Rektor Merkeli, sehr geehrter Herr Dekan Ankal, geschätzte Professorinnen und Professoren, werte Gäste, liebe Absolventinnen und Absolventen. Vor fast genau 5 Jahren saßen wir hier in diesem Saal bei unserer Einweihungsfeier. Heute sitzen wir hier und feiern unseren Abschluss. Die letzten 5 Jahre waren eine sehr lehrreiche und prägende Zeit. Als junger Mensch direkt nach dem Abitur ein Studium in einem anderen Land zu beginnen, stellt einen vor große Herausforderungen. Es meinte mal jemand zu mir, dass das Leben aus verschiedenen Lebensabschnitten besteht. Die Ungewissheit, wie dieser neue Lebensabschnitt aussehen wird, konnte ich mir damals schwer vorstellen. Und eine Mischung aus Vorfreude und Zweifel machte sich breit. Als man jedoch in Budapest ankam, waren alle Zweifel vorerst verschwunden. Die neue Stadt, die neuen Menschen, der Universitätsalltag. Man wurde mit offenen Armen empfangen. Für die Möglichkeit, in einer so schönen Stadt zu studieren zu dürfen, sind wir sehr dankbar. Und es war eine unfassbar besondere Erfahrung. Zu Beginn des Studiums merkte man aber auch, dass man in Budapest nicht nur gut abends ausgehen kann, sondern dass man auch stark im akademischen Sinne gefordert wird. Angefangen von Demos über Kolloquien bis hin zu Rigorosa und letztendlich zu den Abschlussprüfungen vor 3 Wochen. Schon während den ersten paar Wochen wurde einem bewusst, dass man für manche Prüfungen mehr lernen muss als für das gesamte Abitur. Diese intensive akademische Erfahrung hat uns nicht nur fachlich, sondern auch persönlich wachsen lassen. Wir haben gelernt, unter Druck zu arbeiten und selbst zu motivieren und durchzuhalten, auch wenn es schwierig wurde. Wir haben viele Stunden in Laboren verbracht, was den ein oder anderen Nerv gekostet hat. Wir haben Freundschaften geschlossen, die weit über die Studienzeit hinaus bestehen werden und uns auf unserem beruflichen Weg unterstützen werden. All diese Dinge wären nicht möglich gewesen ohne die Menschen und ich möchte mich im Namen aller bedanken. Ein besonderer Dank geht an unsere Professoren, Dozenten und Praktikumsleiter, welche uns wertvolles Wissen vermittelt haben und auf unserem Weg unterstützt und begleitet haben. Ob man nachts noch eine Frage hatte, die man schnell beantwortet bekommen hat oder zusätzliche Konsultationen gebraucht hat, sie hatten immer ein offenes Ohr für uns, was wir sehr wertzuschätzen wissen. Vielen Dank. Außerdem möchte ich mich im Namen von allen bei unseren Familien und Freunden bedanken, die uns durch Höhen und Tiefen begleitet haben. Ihr wart stets an unserer Stütze, habt uns ermutigt und motiviert, wenn wir es am meisten brauchen. Ohne euch würden wir heute nicht hier stehen. Vielen Dank. Der Lebensabschnitt Budapest ist vorerst abgeschlossen und wir können stolz darauf sein, was wir erreicht haben. Und wir können uns auf das freuen, was kommt. Wir stehen aber auch vor einer Welt, die von Herausforderungen geprägt ist. Sei es der Kampf gegen neue Krankheiten, der Zugang zu bezahlbaren Medikamenten oder zu einer gerechten Gesundheitsversorgung für alle Menschen. Mit unserem erlernten Wissen haben wir das Potenzial, diese Herausforderungen anzunehmen und positiven Wandel zu bewirken. Wir können als Pharmazeutinnen und Pharmazeuten einen großen Teil zur Gesundheit und Wohlbefinden von Menschen beitragen. Wir können dazu beitragen, dass niemand aufgrund von mangelnden Ressourcen oder fehlendem Wissen leiden muss. Unsere Kompetenz, unsere Verantwortung gehen Hand in Hand. Abschließend möchte ich allen Absolventinnen und Absolventen gratulieren. Ihr habt einen Abschluss in der Hand, mit dem ihr weltweit gefragt seid. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi gyógyszerészek nevében Dr. Manshazadeh Amirsam kíván szólni. Distinguished guests, esteemed faculty members, professors, and of course my fellow graduates, greetings to you all. It is with great honor as I stand before you as the representative for the English pharmacy program of our great university. We are gathered here for a grand reason, a reason most grand. The culmination of years of focus, commitment, and sheer will, and a testament to the unwavering support
of those who have supported us. Now, of course, this gathering is not but a celebration of what we've achieved and the life and the goal that has been achieved, but also the journey that led to it. I recall the instance when I first drew steps into the halls of the EOK building. And I remember asking myself and thinking to myself that perhaps can I walk these halls as a student and later on as a pharmacist. At that instant, a yearning flourished within me to devote myself day after day to the perfection of whatever it was that I pursued. Now, I have no doubt that this discipline is embedded within each and every one of you in some way, shape, or form. Now, this journey in which we have embarked on is not for the faintest of hearts. It will test your mind, it will test your soul, it will test your very spirit. Now, you fought bravely through the various structures of pharmaceutical chemistry, to the excipients of pharmaceutical technology, medicines of pharmacology, and of course, the numerous reports which were submitted with mere minutes left to the deadline at Sunday midnight. Undoubtedly, however, this could not have been possible without the help of our teachers, our professors and faculty members. Now, they have imparted within us a knowledge, wisdom, and a passion for our beloved profession. And in some, we found friendships which hopefully will last after the closure of this chapter. So for that, my teachers, we can but only offer you our heartfelt gratitude. And even though we can never fully repay what you've done for us, I am hopeful that we can honor your teachings by improving lives and helping people around the world, wherever they may be. And for that, I thank you. And to our loved ones, friends and family, those here and not, thank you for your unwavering support and love. For many of us, the reason that we decided to draw steps within this path was the inspirations of someone close to us, a loved one. Now, your love nurtured us and guided us through the thin and thick of it all. I know that without you, none of this would have come to fruition. And at last, I would like to conclude my speech with a phrase I first used in my motivation letter when applying to our university. Sic parvis magna, or greatness from small beginnings, or as I like to interpret it, glory despite circumstance. For many of us, we realize that we are not able to achieve our dream and goals back home. So we decided to come to your country, to Hungary. And for that reason, Hungary, Budapest, and Semmelweis University will forever hold a dear place within all of our hearts. And with that said, I would like to quote the great Dr. Antal. My dear colleagues, kedves kollégák, und sehr geehrte Kollegin, I'm sorry if I butchered that. May you know life in every breath, in every person that you help, and in every life that you improve. For at the essence of it all, that's what being a pharmacist is all about. Thank you and congratulations. Megkérem rektor urat, köszöntse az újonnan felavatott gyógyszerészeket. Kedves fiatal gyógyszerészek! Önöket most felruháztuk mindazokkal a jogokkal és kötelességekkel, amelyek a törvény erejénél fogva a gyógyszerész doktorokat megilletik. Kérem, hogy esküjükhöz híven gyógyszerész doktori tevékenységükkel szolgálják beteg embertársai gyógyulását, teljesítsék az önökre váró feladatokat. Törekedjenek hivatásuk hibátlan művelésére, ismereteik állandó gyarapítására, legyenek hazánk gondolkodó polgárai. Őszintén kívánom, hogy mindaz, amit itt ünnepélyesen megfogadtak, életükben a legteljesebb valóságá váljék. Munkájukhoz az egyetem szenátusa és a magam nevében sok sikert és jó egészséget kívánok.
Felkérem dr. Antal István dékán urat ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt rektor úr, miniszter úr, vezetőtársaim, kollégák, kedves felavatottak, hölgyeim és uraim! Megtisztelő, hogy a Semmelweis Egyetem 254. tanévében az első hazai gyógyszerésztudományi kar önálló válásának 69. évében a gyógyszerész avatás alkalmából köszönhetem önöket. A mai nap kiemelkedő ünnepi esemény egyetemünk történetében. Gondoljunk tisztelettel és hálával egyetemi elődjeinkre, minden kollégára, akik a Semmelweis Egyetem megbecsülését, jó hírnevét hagyták ránk örökül. 1934-ben szerzett okleveret Budapesten Örkény István. Mint írta, minden lehetőség a szíve alatt hordja a reményt. Kedves felavatott kollégák, önök valóra váltották a lehetőséget, így most ez a szív ünnepe. E nap emlékezetes minden újonnan felavatott gyógyszerész doktor életében, lezárult 5 év küzdelem, számos próbatétel, amely erőt és kitartást igényelt. Kinek melyik tantárgy állt közelebb, távolabb, volt könnyen átugorható, volt kihívást jelentő akadály. Az avatás kifejezés sugallja, hogy a küzdelmek közös élmény, amely szolidaritást vált ki. Most megérdemelten állhatnak meg e fontos mérföldkőnél. Elvégeztem. Az út azonban folytatódik, a diplomát, mint kiváltságos útlevelet már a kezükben tartják hozzá. Gyógyszerészé válni látásmódot jelent, rendkívül széles a természettudományos szemléletük. Gyógyszerészként képességekkel és jogosultságokkal is rendelkeznek. Képesek gyógyszert készíteni, a gyártás minőségét biztosítani, valamint betegek részére a gyógyszerekről és azok helyes használatáról szóló tanácsadásra, valamint részt vehetnek a kutatásban, fejlesztésben is. Gyógyszerészé válni azonban azt is jelenti, hogy a tudás és készségek mellett megfelelő szakmai magatartást és hitvallást is elsajátítottak. Mindezeket útravalóként vigyék magukkal. Összetett tudás, elemző gondolkodás, betegközpontuság és humanizmus, empátia, segítőkészség, megbízhatóság, pontosság, türelem, felelősségérzet, vagyis tevékenységüket a gyógyszerészi szemlélet és magatartás jellemezze. Megtisztelő, hogy dékánként állhatok itt. Megható, hogy szeretteik, minden édesanya, édesapa, testvér, kedves hozzátartozó nevében én mondhatom ki először, bravo, sikerült, gratulálunk és nagyon büszkék vagyunk. Akiknek nevében szóltam, azok számára köszönetet is szeretnék mondani. Áldozataikért, mert szeretetük, gondoskodásuk, sokszor biztatásuk nélkül a ma felavatottak nem juthattak volna el idáig. Köszönetet mondok minden munkatársamnak is, a szakmai gyakorlatokon oktató kollégáimnak is, akiknek munkája benne a diplomákban. Az avatás kifejezés azt is tükrözi, hogy diplomájuk átvételével most egy közösség tagjaivá váltak. Jellemző, hogy ki kit ismer, mely neveken keresztül juthatunk el egy gyógyszerészhez.
Bármelyikük közvetve tanult Hippokrátésztől, Galénosztól, Avicennától, Paracelsustól, Semmelweis Ignáztól, Tánkárolytól, Oswaldtól, Watsontól, Cricktől, ismeri Carl Fischer vízmeghatározási módszerét, a Neu-Whitney oldódási sebesség egyenletét, az első transzdermális tapaszt kifejlesztő Caffaroni nevét. Természetesen szorosan összeköt minket egyetemünk Semmelweis Ignác születésének 206. éves évfordulójára még jobban tudunk emlékezni, hiszen közeli egybeeséssel éltük át a koronavírus járvány fenyegetettségét, az önök gyógyszerész hallgatóként tett helytállása hősies volt a pandémia idején. Kiemelve Semmelweis kiválóságát, sorsa sokkal érthetőbbé vált, mint az is, hogy a szükséges változásért rendíthetetlenül küzdeni kell, hiába magától értetődő is. Az egyetem fennállásának 250. jubileumához kapcsolódóan fontos feladattá vált gyógyszerész képzésünk korszerűsítése, figyelembe véve, hogy diplománk versenyképes legyen nemzetközileg és hazai viszonylatban is. A végzősök mintegy háromnegyede közforgalmú gyógyszertárban, mintegy 10% a kórházi gyógyszertárban, vagy klinikai gyógyszerészként, 10% a gyógyszeriparban építi karrierjét. A mostani gyógyszerész avatás azért is kiemelkedő és emlékezetes, mert önök már a kurrikulumreform részesei lettek, és azt is köszönjük, hogy segítették az idén ősszel bevezetésre kerülő kurrikulumreform 2.0 új javaslatait. A reformok eredményeként számos új szakterület kapott új tantárgyat, például nanotechnológia, biotechnológia, táplálkozástan, klinikai kémia és laboratóriumi diagnosztika, farmakoökonómia, gyógyszerészi gazdálkodás, gyógyszerészi informatika, gyógyszerészi kommunikáció és a gyógyszeripari blokk, amelynek keretében gyógyszerengedélyezésről, farmakovigilanciáról, minőségbiztosításról, gyógyszerinnovációról és klinikai vizsgálatokról hallhattak. A záróvizsga pedig nem csak ismeretekről, hanem az önálló gondolkodásra és szakmai döntéshozatalra alkalmas szemléletről szólt. Erről számoltak be, most már talán elhiszik. Oktató társaimmal örömmel láttuk, hogy nem egyszerűen vizsgáztatunk, hanem velünk szemben kollégákkal beszélgettünk szakmai kérdésekről. Gyógyszerész képzésünk a világon egyedülálló módon három nyelven zajlik. Magyarul, angolul és németül. A graduális gyógyszerész képzésben résztvevő hallgatók száma közelíti a 900-at, a szakképzésben mintegy 350 kolléga folytatja tanulmányait. Természetesen oktatótársaimmal mindannyian a legkorszerűbb feltételeket szeretnénk tanítványaink számára. Bizakodva tekintünk a jövő elé, reméljük a korszerű kampusz kialakítását, hogy ősszel elkezdődik. Az elmúlt hónapban lezárult a kivitelezési terv készítése, és a megvalósuló modern infrastruktúrával nem csak a kar területi integritása valósulhat meg, hanem az oktatás, kutatás, gyógyszerellátás, innovációs egysége is, biztosítva a várt korszerű hallgatói tereket is. A képzés múltat és idéző környezete nem csak a kemény padok és a kopott falak emlékét jelenti a hőgyestömbben, hanem hosszú távú emlékezetünkben a hőgyes előadóterem vagy a tampatika egyedülálló patinás atmoszféráját, elődjeink iránti tiszteletet is. Az ódonfalak tudományos műhelyében kiemelkedő kutatás zajlott az elmúlt években is, karunk nemzetközi megítélése a gyógyszerészeti rangsorban kiemelkedő, ezzel a legjobb országos gyógyszerésztudományi eredményt biztosítva.
kollégáimmal felhasználjuk a kutatási és egyéb sikeres gyógyszerfejlesztési tapasztalatainkat az oktatásban is. Az elmúlt években került sor a Richter Gedeon ipari gyógyszertechnológiai tanlabor felavatására. Richter Gedeon példát állít elénk azzal is, hogy egész életében a jobbításra, tökéletesítésre törekedett. Szemlélete és elhivatottsága segített, mert egy felfoghatatlanul széteső, felfordult világban a végsőkig ragaszkodott a gyógyszerészi hivatás magas minőségelvéhez, egy gyógyszergyári gyógyszerész feladatának tökéletes elvégzéséhez. Biztos vagyok benne, hogy önök is megtapasztalják, hogy az elmúlt évek küzdelmes számonkérései nem rövid távú célt szolgáltak. A felavatottak számára a mai nappal a felkészülés ideje zárul le. Ez idő alatt váltak hallgatóból gyógyszerész doktorokká, a diplomának pedig presztízse van, gyorsan lehet állást találni. Elhelyezkedhetnek kórházakban és klinikákon is, ahol fontos szerepe van a gyógyszerészeknek a betegellátásban, a kezelő orvossal, közös gyógyszeres terápia alakításában. A gyógyszeripar is igényt tart a munkájukra, a készítményfejlesztés, gyártás, minőségbiztosítás, hatósági, gyógyszerengedélyezési területek nyitva állnak önök előtt. Bármely területre kerülnek, elsőrendű fontosságú legyen mindig a betegközpontuság, amely célt ad a gyógyszerrel szemben elvárt minőség, biztonságosság és hatásosság követelményeinek, segítve továbbá az együttműködést és a terápiahűséget. A betegközpontuságot, a felelősségérzetet és a szívet, ahogy a betegekhez szólnak, azt nem fogja tudni helyettesíteni robot, vagy automata, vagy a mesterséges intelligencia. Engedjék meg, hogy még egyszer elmondjam. A gyógyszer, amit készítenek, semmiképpen se ártson. Készítsék az előírt összetétellel, pontos mennyiségben, megfelelő eljárással, minőségben, csomagolásban, felirattal, tárolással, és segítség, hogy csak szakmai előírás szerint kerüljön alkalmazásra. Útmutatást ad a gyógyszerész és festőművész Csontváry Koszka Tivadar gondolata, másik gondolata. Az élet nem elmélet, az élet valóság, amely kötelességgel jár mindenkivel és mindennel szemben. A diploma mögött álló gyakorlatorientált tudás olyan eszköz, amelyet felhasználhatnak betegségnek kiszolgáltatott embertársaik érdekében, így szerezhetnek megbecsülést és önbecsülést is. A hivatás tudattal végzett munka a hétköznapi gondok, nehézségek, fenyegetések közben is iránytűként szolgálhat, tartást és támaszt adhat. Kérem, hogy maradjanak a Semmelweis Egyetemen végzettek közösségének aktív tagjai. Szeretnénk a kapukat szélesre tárni önök, mint már volt tanítványok előtt. Várjuk önöket posztgraduális képzéseinkre. Mondják el majd tapasztalataikat, adjanak visszajelzést, azt átadhatjuk újabb tanítványoknak, miközben önök is mesterekké válnak majd. Tartsák szem előtt azt is, hogy ismereteinknek és képességeinknek vannak korlátjai, alázatunkat fontos megőrizni, ha föltekintünk az égre. Bátran fogadhatjuk a következő szavakat Vasa Alberttől. Az emberi világ több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Kedves kollégák! E diplomával jogosultságot szereztek az életet, az ember egészségét szolgálni. Lehet-e nagyszerűbb feladat? Vállalják bátran, mert jobbá tudják tenni a világot. A tanítvány és mester viszonya különleges. Miközben átadjuk saját sikereink és kudarcaink tapasztalatait is, ez mind a jövőért van.
Önök itt a mi feladatunk teljesítésének részeként az utánpótlás, a jövő. Mi hasznos tanácsot adhatnék még a gyorsan változó világunkban, amikor meg kell tanulnunk együtt élni, dolgozni a mesterséges intelligenciával, robotikával is. Vigyék magukkal a 90 éve gyógyszerészként végzett Örkény Istvántól idézett következő szavakat. Remélem, hogy ennek eleget tudtunk tenni. Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezés természetes és leküzdhetetlen szokásunká tegye. Kedves fiatal gyógyszerész doktorok, megtisztelő, hogy segíthettük Önöket fiatal kollégákká válni. Kívánok terveik megvalósulásához, hivatásuk és feladatuk teljesítéséhez további sikereket és jó egészséget. Isten éltesse Önöket! Köszönjük, dékán úr! Kedves vendégeink! Ünnepségünk hamarosan a végéhez ér. Tisztelettel felkérem dr. Melkeri Béla rektor urat az ünnepség lezárására. Az egyetem szenátusa és a magam nevében a felavatott fiatal kollégáknak hivatásuk gyakorlásához még egyszer eredményes munkát és jó egészséget kívánok. Megköszönöm szíves megjelenésüket, és az ünnepi szenátusi ülést bezárom. On behalf of the Senate of the University and my own, I wish the young colleagues who have been inaugurated once again good luck and good health in the exercise of their profession. I thank you for your kind attendance and close the formal Senate meeting. Im Namen des Senats der Universität und in meinem eigenen Namen wünsche ich nunmehr mit der Doktorwürde ausgestatteten jungen Kolleginnen und Kollegen zur Ausübung ihres Berufes nochmal erfolgreiche Arbeit und gute Gesundheit. Ich bedanke mich für Ihr Erscheinen und schließe hiermit unsere Feier. És énekeljük el együtt a szózatot. Kedves, frissen végzett gyógyszerész doktorok, eljött a pillanat, hogy avatásuk zárásaként kalapdobással ünnepeljenek.
Elkezdek visszaszámolni, készüljenek. 3, 2, 1. Kedves vendégeink, kérem önöket, hogy az elnökség kivonulását állva szíveskedjenek megvárni. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket. Kérem önöket, hogy tolmács készülékeiket a kijáratnál a hallgatói segítőknek vagy a hosteszeknek adják át. Kérem a frissen felavatott gyógyszerészeket, hogy az ünnepséget követően szíveskedjenek majd az üvegteremhez fáradni az egyetemi vezetőkkel történő pezsgős kocintásra. Köszönjük még egyszer, viszontlátásra! Thank you.